Bizottsági megbeszélésen tanácskoznak az Európai Parlament modell 11. nemzeti ülésének résztvevő diákjai. A MEP mozgalom 1994-ben holland kezdeményezésre indult el, néhány év alatt pedig nemzetközi méretűvé nőtte ki magát. 2013-ban a győri Kazinczy Ferenc gimnázium szolgál a rendezvény otthonául, az elmúlt és az előttünk álló napokban 10 gimnázium 110 diákja modellezi az Európai Parlament működését és aktuálpolitikáját. Többször vettünk már részt Strasbourgban, Brüsszelben különböző üléseken, és azt hiszem, hogy ott is azt látszik, hogy kellenek olyan felkészült idegen nyelvet jól beszélő tanulók, akik a későbbiekben európai demokráciát fejleszteni és alakítani tudják. Azt gondolom, ez lenne a legfontosabb, és az lenne még nagyon fontos, hogy körülbelül olyan vitakultúrát érjenek el, amit az ember manapság elképzel. A diákok 8 bizottságot alkotva tanácskoznak és tesznek határozati javaslatokat, munkájuk során pedig teljesen önállóak, ez pedig nagyon sok szempontból hasznos a tanulók számára. Egy héten keresztül megtanulnak vitázni, érvelni, tárgyalni, kompromisszumokat kötni, amiket mi például itt, mint ilyen elnök, ezt figyelnem kell, és majd lesz pontozva is, és így pontozás által, és egy angol szintfelmérő által megtörténhet az, hogy kijuthatnak a nemzetközi ülésre, ahol viszont már több országból lévő diákokkal találkozhatnak. Az ismeretek halmozása mellett persze élményeket is kínál a program. Egyrészt nagyon sok kapcsolatot tesz szert az ember, hogy az ország minden pontjáról vannak iskolák, és így végül is egy ilyen regionális kapcsolatrendszer épül ki országon belül. És hát nagyon sok színű a programunk, most is elmentünk az Audi gyárba, voltunk a Városházán, itt az iskolában is nagyon sokat vagyunk, úgyhogy ez mind-mind izgalom, és mind-mind élmény. Azok a diákok, akik a nemzeti üléseken jól szerepelnek, bekerülhetnek az egyes országok küldöttségébe, és saját hazájuk képviselőiként vehetnek részt az angol munkanyelvű nemzetközi megmérettetéseken.